első áldozásra készül, a gyerekek szívükkel és testvéreim. Ezt a részletet, amit most felolvastam az evangéliumból, érdemes úgy is hallgatni, hogy vajon mond-e nekünk valamit, akik első áldozásra készülünk, vagy bármelyikre, akik rendszeresen vagyunk vasárnap. Tehát első áldozásra készülünk. Az első keresztények, húsvétot követően, nagyon figyeltek arra, hogy mindazt jobban, egyre jobban megértsék, amit húsvétkor átéltek. Éppen ezért a húsvéti időszak mindig a keresztségnek, az első áldozásnak és a vérmálásnak az elmélyítésére szolgált. Ezért is fontos, amit most itt felolvastam a Szent János evangélistától, az Úr Jézus szavai itt az utolsó vacsorán szinte meg akarják erősíteni a tanítványokat és mindannyiunkat, hogy maradjatok benne. Sokszor, ha megszámoltuk, talán 6-7-szer is előfordult ez a kifejezés. Bennem maradni. És vajon a keresztség, az első áldozás, az eukarisztia és a bűnbánat szentség nem pontosan erről akar szólni és üzenni számunkra? Mert hogy mi is történik a keresztségben? Két héttel ezelőtt, amikor az egyik osztálytársakat megkereszteltük, és az egyben az első áldozási fölkészülésnek is a része volt, akkor nagyon szépen bekapcsolódtatok a bal keresztelőbe, és együtt megbeszéltük, hogy az első keresztények hogyan is keresztelkedtek. Nem úgy, hogy a pap vagy a püspök fogott egy kancsót vagy egy kis edénykét, és háromszor egy picit leöntötte a keresztelendőnek a fejét. Nem így keresztelkedtek. Hanem hogyan is? Abban a templomban már ott az ős keresztények, az első keresztények világában, amikor már voltak templomok, egy viszonylag nagy keresztelő medencét is beleépítettek a templomba, és a keresztelendőnek bele kellett szabályosan menni, gyalogolni, szépen 7 lépcsőn át abban a medencében. Vagyis benne kellett maradni a vízben. Maradjatok benne. Benne maradni a vízben, a víz, aki számunkra az éltető forrás, Jézus Krisztus. Ő az, aki megtisztít bennünket a keresztségben, és ő az, aki az egyház élő tagjává tesz. És mi is történik? A keresztségben lényegében az, hogy az Isten életét kezdjük el élni. Maradjatok benne. Más szóval azt is mondhatom, hogy kereszténynek lenni, megkeresztelkedni, azt jelenti Krisztusban maradni. Élet Krisztusban. Egész röviden ez a kereszténység. Élet Krisztusban. Maradjatok benne. És amikor háromszor a keresztelendő pap vagy püspök lenyomta az illető keresztelendőnek a fejét a víz alá, és aztán háromszor fölemelkedett, az pontosan jelzi Krisztus föltámadását, vagyis meghalni Krisztussal és föltámadni ővel. Ez a keresztség. És mit is jelent az Úr Jézus testét, az eukarisztián, az oltári szentséget magunkhoz venni? Pontosan azt, hogy benne maradni szeretnék, akarok, vágyódok. Vagyis az első áldozástól kezdve arra vagytok meghívva, hogy dolgozzatok ezen a folyamaton, ez egy fejlődés, ami a keresztségben elkezdődött, hogy az isteni életet elkezdjük lassan-lassan kifejleszteni a Szentlélek segítségével. Minden egyes szent áldozás tulajdonképpen ehhez ad nekünk egy hatalmas nagy lendületet. És ezért fontos, hogy minden szent misében is tulajdonképpen elhangzik ugyanez az üzenet, hogy bennem maradni, hogy maradjatok benne. Hol is hangzik el? Amikor a pap az átváltoztatás után fölemeli a szent testet és a vért, és imádkozik gyönyörű szép dicsőítő imádságot a mennyei atyához, és ott az van, ő általa, ő vele és ő benne. Maradjatok benne. Vagyis, hogy ő általa, ő vele és ő benne szeretném élni a mindennapjaimat. Ő általa, ő vele és ő benne akarok én magam is egy áldozat lenni, az életemet felajánlani önöki. Hát ezért fontos az eukarisztia.
leszármazás. És a harmadik dolog, amit szeretnék újra és újra elmélyíteni, és amire most ti is készülnök, az ugye a Szent Jónás, a bűnbánat szentsége. Tulajdonképpen minden egyes gyónás egy új lehetőség, ha véletlen valamit elmondottam, akkor újból szeretnék benne maradni. Kevéssé gondolunk erre, pedig teológiailag is ez teljesen korrekt, csak nem nagyon hangsúlyozunk, hogy minden egyes gyónásban tulajdonképpen ugyanaz történik, mint a keresztségben. Vagyis megtisztulunk a bűntől, és a mi lelkünk ugyanolyan fehér lesz, mint a keresztséget követően. És onnantól kezdve már csak rajtunk múlik, hogy ez a bennem maradni, ez mennyi ideig tud megvalósulni. Ha úgy érezzük, hogy újra és újra megtisztulásra van szükségünk, akkor menjünk bátran az Úr Jézushoz, aki a bűnbánat szentségében ugyanúgy megtisztított minket, mint a keresztségben. Ez legyen tehát a mai üzenet. Maradjatok bennem, hogy így ő általa, ő vele és ő benne tudjunk élni, és úgy tudjunk szeretni, ahogy hallottuk, tettel és igazsággal, ahogyan arra ő mindannyiunkat.